Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 24-én telihold van. Ezen az estén tartok egy telihold szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, beszámolok ezen a felvételen. Ha egy telihold van, akkor a nap és a hold szemben áll egymással. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, a nap a kos jegyében van, ezzel szemben a hold a mérleg jegyében van. Itt két különböző témáról van szó. A kos jegye felett Mars bolygó uralkodik. Itt bizony háborúról van szó. Ezzel szemben a mérleg jegye az szeretné a harmóniát és a békét. Ennél a teliholdnál két különböző téma van, ami kihat a politikai eseményekre, háború vagy béke. Az emberek nagy része szeretné a békét. De sajnos vannak néhányan, akik a háborút szeretnék. Ami bennünket illet, őrizzük meg a belső egyensúlyunkat, a belső nyugalmunkat, a hitünket, hogy a jó Isten majd segíteni fog nekünk. Amit ez a telihold még jelent, ez a belső egyensúly, itt nem csak háborúról és békéről van szó, hanem a kos jegye elsieti a dolgokat, jelenti azt is gyakran, hogy türelmetlenek vagyunk. A mérleg jegye pedig állandóan mérlegeli a dolgokat, és így gyakran elveszíti a lehetőségeket, mert túl sokáig töpreng, hogy hogyan döntsön. Itt is a belső egyensúlyról van szó, legyünk aktívak, de ne siessük el a dolgokat, ne legyünk meggondolatlanok, azért mérlegeljük a dolgokat, de ha a lehetőség ott kínálkozik, akkor éljünk ezzel. Itt is kell a középút, az arany középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. Az indiai asztrológia szerint a nap a kos jegyében, az asvini holdházban van. Ez az asvini holdház jelenti a gyógyító erőt. Most megvan ez a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy szeretnél ezen a területen dolgozni, és itt egészségügyi témákról van szó, akkor a nap ezt meg tudja most világítani. Vannak lehetőségeid, hogy változtass valamit a munkahelyeden, a hivatásodon. A nappal szemben van a hold a mérleg jegyében, a Svati holdházban. Ez a Svati holdház azt jelenti, hogy mutassuk ki a mi énünket. Legyen meg a magabiztos fellépés. Nem szabad elrohanni a dolgoktól, nem kell elbújni semmi és senki elől. Viszont ez a holdház nem csak ezt jelenti, ezt a fellépést, hanem a befele fordulást is. Hogy ne csak a külsőnkkel, vagy a fellépésünkkel foglalkozunk, hanem a lelki dolgokkal is,
vagy néha kell az idő a nyugalomra, a visszahúzódásra, vagy hogy meditáljunk valami felett. Az indiai asztrológia szerint Mars bolygó áttért a halak jegyében, nem csak Mars bolygó van a halak jegyében, hanem Vénusz bolygó is. Ezek a szerelem bolygói. Vénusz bolygó az jelenti a nőiességet, Mars bolygó a férfiasságot, egy jegyben vannak, a halak jegyében, ez a víz eleme, itt érzelmekről, sőt mondhatnám, mély érzelmekről van szó. A halak jegye, az jelenti az álmokat, az elképzeléseket is, olyan romantikus most a kapcsolat a férfias és a nőies energia felett. Ráhu, az a felfele mozgó kármikus csomó, és jelent változásokat, egy kiútad, szintén a halak jegyében van, tehát itt lehetnek kármikus témák, és bizonyos dolgokat lezárni a múltból, lesznek változások, egy új irány, egy új kezdet. Merkur bolygó eddig visszafele haladt. Ez egy visszatekintés a múltra. Az is lehet, hogy valaki gondolt rád, visszatér a múltból, keresi veled a kapcsolatot. Ezen a napon, tehát április 24-én, Merkur bolygó megváltoztatja az irányt, és előre fog haladni. Előre mennek az események, lesznek cselekvések, lesznek kapcsolatok, szerződések, és a párkapcsolatot illetően lesznek közös tervek, itt lesz cselekvés, lesznek fontos beszélgetések, tehát a kommunikáció nagyon fontos most. Merkur bolygó, ugyanúgy, mint Vénusz bolygó és Mars bolygó szintén a halak jegyében van, de hamarosan visszatér majd a kós jegyébe, és az jelentheti a közeljövőben, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Összefoglalnám azt, hogy miről van szó ezen a telihold napon, és miről lesz szó ezen a szertartáson. A telihold megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Itt döntésekről van szó, itt találkozásokról van szó, itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Mivel a nap az Asvini holtházban van, itt a gyógyító erő szintén egy nagy szerepet játszik. A hold a Szváti holtházban jelenti a magabiztos fellépést, de a lelki dolgokat is. Ez kihathat a párkapcsolatra, hiszen Mars és Vénusz a víz elemében van, ahol érzelmekről, gyakran lelki dolgokról van szó. Mars-Vénusz energiájára kihat a kármikus csomó Ráhu, ami egy új irányt, egy új lehetőséget, változásokat jelent. Merkur bolygó eddig visszafele haladt. Lehet, hogy fékezte az eseményeket, vagy volt egy visszatekintés a múltba, vagy azt is jelentheti, hogy valaki gondolt rád, a múltból visszatért hozzád, vagy tervezi azt, hogy vissza fog térni hozzád. Ezen a napon változik az irány. Merkur bolygó megváltoztatja az irányát, és előre megy. Előre mennek az események, felgyorsulnak a dolgok, és lesznek itt kapcsolatok, találkozások, szerződések, vagy a párkapcsolatot
illetően lesz kommunikáció. Sőt, előfordulhat az is, hogy valaki visszatér a múltból, látni akar téged, beszélni szeretne veled. Ami fontos még ennél, a teli holtnál a belső nyugalom, a béke, a belső egyensúly. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!